Még ősszel kezdődött el a szálkaító fejlesztése, a beruházás már több éve tervben volt, az önkormányzat erre nemrég 116 millió forintot nyert pályázat útján. Így a 67 hektáros tavon egyebek mellett partvédelmet alakítanak ki, amire azért van szükség, mert az elmúlt években a csapadék bemosta a töltésgátat a tó medrébe. A legfontosabb része a partvédelem, ami egy szöröpözessel fog elkészülni, jelen pillanatban ilyen 50%-os állapotban van, és a mederfenék homokkal való megszórása, az teljesen kész van, úgyhogy ezek a legnagyobb erényei, amik lesznek, mert azért bizonyos helyeken iszapos volt itt a tófenék, meg ahol meg nem volt iszapot, nagyon csúszott, a homok ezt mind meg fogja gátolni. Emellett parkosításra is sor kerül, továbbá a gyerekeknek külön egy sekélyebb fürdőhelyet is kialakítanak. Hát az ötlet az régóta megvan, az már 15 évvel ezelőtt megszületett, csak ugye nem volt rá pályázati forrás, lehetőség, és most adott egy olyan lehetőség, hogy ezeket a munkákat, amiket ma hosszú évek óta tervezünk, ezeket most elkészítsük. Ez nyilvánvaló mindenkinek az előnyére fog válni, itt a környező települések támogatásával készül, és azért elég népszerű a látogatottsága a strandnak. Ugye. A víz kiváló minőségű, azt folyamatosan ellenőrzik, azonban a tavalyi év szárassága szálkán sem kedvezett. Jelenleg 80-100 cm-nyi víz hiányzik a tóból. Utóbbi feltöltöttségét többek között a település vízelvezető rendszere biztosítja. A polgármester azt mondja, reménykednek abban, hogy a mostani esőzések is javítanak a helyzeten, és a szezon kezdetére már teljesen feltöltődik az állóvíz.